A csantavéri diákok a gyakorlatban is bemutatták, miért fontos, hogy helyi és kistermelőtől vásároljunk, és mit tehetünk a mindennapokban a fenntartható fejlődésért. Iskolánkba ellátogattak a helyi termelők, akik bemutatják az otthon készített termékeiket. Ennek az a célja, hogy népszerűsítsék a termékeiket, elkerüljék ezeket a nagy vállalatokat, multicégeket, és az a célja még, hogy ugye minél több betekintést nyerjünk az előkészítésben, hisz már nagyon sok olyan termék van, amit nem is tudjuk, hogy valójában miből is készül. Hát a mi családunk mindenképpen, tehát mi a csütörtökön és vasárnaponként megrendezett piacon szoktunk általában vásárolni, ha pedig ugye véletlenszerűen kell valamit megvásárolnunk, akkor pedig inkább a kisboltokban, ami még középszinten helyezkedik el, úgymond a méltányos kereskedelemben. A Fenntartható Fejlődés a Mindennapokban című kézikönyvet Szerbiában az Oktatással a Kultúránkért Egyesület dolgozta és adta ki. A kézikönyv érinti a kommunális hulladék, a méltányos kereskedelem, a tudatos vásárlás témaköreit is, és játékos ötletekkel gazdagított. Minden ország egy leckét írt ebben a témában, hogy a fenntartható fejlődést, a környezetvédelmet, ennek fontosságát hangsúlyozza a fiatalok körében, tehát a célcsoport végül is a tanárok és a tanulók a tanárokon keresztül. A kézikönyv, amely szerb nyelven jelent meg, és minden érdeklődő tanárhoz eljut majd, egyik szerzője Szabó Gábor biológia tanár. Kiemelten nagy szükség van az e fajta tankönyv kiegészítő kiadványokra a mindennapi oktatásban. A méltányos kereskedelem és a rövid élelmiszerláncok a téma. Ez két olyan téma, ami a hazai biológia könyvek által nem igazán van tárgyalva, és kevés szakirodalom is van hozzá, úgyhogy ez egy nagyon hasznos dolog lesz talán a tanárok számára. A csantavéri iskolában zajló bemutatót követően a tornateremben helyi termékekből piacot szerveztek, ahol a diákok a gyakorlatban is láthatták, mekkora jelentőséggel bír, ha a helyit és nem a tömeggyártásból érkezett terméket választják.